A Mikrotérségi Áldozat Segítő Hálózat kialakítása című pályázat projektindító rendezvény sorozatának második rendezvényét Bárándon. Külön köszöntöm Bodó Sándor országgyűlési képviselő urat, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Szegi Emmát, Kabaváros polgármesterét. Köszöntöm dr. Kovács Mikló, Bárány község polgármester. Köszöntöm dr. Kis Gyula jegyző urat, dr. Tóth Ferenc, rendőralendredes urat, a Hajdú-Bihar megyei Kisköpladányi rendőrkapitányságának megbízott kapitányságát. És köszöntöm dr. Kaszásné Sarkadi Annát, a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Intézet vezetőjét. Köszöntöm a projektben résztvevő települések polgármesterei, Bárány község képviselőtestületének megjelent tagjait. Köszöntöm a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársait, a sajtóképviselőit, és nem utolsó sorban önöket, köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Felkérem Szegi Emmát, Kabaváros polgármesterét, a projektgazdát köszöntő beszéde megtartására. Kedves hölgyeim és uraim, kedves bárányiak! Engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket. Én ezt a projekt szót tiszta szívemből utálom, mert megmondom őszintén, hogy ez nem magyar szó, ez az én véleményem. És engedjék meg, hogy én a pályázat szó már használat mellett maradjak, mert nekem közelebb áll a szívemhez. Tehát igazából az új Széchenyi terv keretein belül meghirdetett pályázatra nyújtottunk be egy lehetőséget kihasználva az áldozat, mikrotérségi áldozatsegítő hálózat kialakítású című pályázat keretében egy pályázatot, amely pályázaton 90.439.222 forintot nyert pályázati összegként. Legnagyobb örömünkre ez a pályázat 100%-os támogatási intenzitású, tehát semmiféle önerőt nem igényelt. Mivel Kabaváros önkormányzata pályázott, úgy gondoltuk, hogy ez úgy korrekt, ha ez a megnyert pályázati összeg az 5 település bevonásával kerül felhasználásra, hiszen a szociális alapszolgáltatási feladatokat 5 településen végezzük, így Kaba, Bárány, Tétlen, Sáp és Bihar Nagybajom részvételével történik a pályázati pénz felhasználása. A pályázat keretében a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ vezényli le a pályázatot. Igazából így az intézményünk vezetője, dr. Kaszásné Sarkadi Anna a pályázat szakmai vezetője. A projektmenedzsmenti feladatokat a Fókuszban 2000 BT látja el. Pap Attila és Tóth Réka kísérik végig a pályázatot 2 éven keresztül, hiszen ez egy 2 éven keresztül tartó pályázat. A nyilvánosság biztosítását a Projekt Dekor Kft. Végzi, amelynek ügyvezetője Tikás Ferenc,
és vezető tanácsadója a fényképező stúdiumokat tudtató Szabó Katalin látja el. Feladatuk a rendezvények szervezése, meghívók, szóróanyagok elkészítése és kérdőíveket készítenek el. Az egész pályázatról oktatófilmek és nyilván egy televíziós rögzítésre kerül sor, amelyet a Forrás Televízió végez, ügyvezetője Elek János, itt a körünkben éppen a felvételt készíti. A honlapot és az oktatófilmeket ő fogja elkészíteni, amelyek levetítésre kerülnek a különböző idős klubokba, civil szervezetekbe, iskolákba, gyermekeknek. A pályázatban részt vesznek a projektmenedzser Csekéni Aladi Andrea, a pénzügyi vezető Richter Ferencné, a belső szakmai közreműködők a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 6 dolgozója, az önkormányzat részéről Pap Julianna, esélyegyenlőségi munkatársunk Borbélyné Fülöp Hajnalka, tevékleni polgármesterasszony, a rendőrségi kapcsolattartó Szilágy Erika, szakmai koordinátor Csétainé Zagyra Ilona, és minden településen irodák lesznek kialakítva, és minden településen az irodákban az ügyfeleket egy-egy helyi munkatárs fogja fogadni. A pályázat kapcsán az áldozatsegítő irodák, mint ahogy említettem, minden településen ki lesznek, napi 6 órában lesznek nyitva. Az áldozatokkal közvetlenül kapcsolatba kerülő szakembereknek a képzésére fog sor kerülni. Az áldozatok és a potenciális áldozatok számára nyújtunk programokat, szolgáltatásokat. Célunk a civil szervezetek, az áldozatsegítésben érintett intézmények, állami szervezetek bekapcsolása az áldozatsegítő szolgálatok munkájába, ezáltal egy hatékony áldozatsegítő hálózat kialakítása, illetve még van egy harmadik terület, az áldozattá válás veszélyeire történő rávilágítás, a lakosság megszólítása és a pályázat keretén belül igénybe vehető szolgáltatások ismertetése mind az 5 településen. Ez így elég száraz és elég hivatalosnak tűnik, de magyarul leegyszerűsítve itt azt gondolom arról van szó, hogy nyilván az áldozattá válásnak több célcsoportja van. Ugye megkezdődik a gyerekeknél, nem ismeretlen a drogveszély, ami azt gondolom nem kell külön mondani, hogy a mai világunknak az egyik legveszélyesebb, úgy gondolom, dologa a gyerekeknél, amire nagyon vigyázni kell, és itt nyilván nem csak a gyermekekkel kell, ővelük is egyik oldal a gyerekeket kell fölvilágosítani, nagyon hatékonyan, de föl kell ugyanakkor a szülőket, hiszen nem elhanyagolható a család szerepe ebben a dologban, mert a szülő természetes módon egyrészt elfogult a saját gyermekével, mert ezzel mindenki így van, hogy övé a legszebb meg a legügyesebb, de nyilvánvalóan észre kell venni a legapróbb jeleknél, hogyha baj van a gyerekkel, és még időben meglépni azokat a dolgokat. De másik nagy potenciális veszélyeztetett kör, mondhatjuk az idős emberek, akik legveszélyeztetettebb helyzetben vannak, ők pedig a bűnelkövetés szempontjából vannak sajnos nagyon veszélyes helyzetben, és nyilván az ő körükben is rengeteg tennivaló van ez ügyben, hogy próbáljuk meg a pályázat során őket teljes mértékben felkészíteni arra, hogy egy adott esetben esetleg mit tehetnek, hogyan védjék ki a csalókkal szemben, de sorolhatnám sajnos nagyon sok ilyen mai ismert bűnözőknek a praktikáikkal szembeni való felkészülésüket meg kell próbálni legalábbis segíteni. Úgyhogy itt a pályázat eredményeként, ha végig gondoljuk, nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy minél kevesebb áldozattá váljon, minél kevesebb ember váljon majd áldozattá, és azt gondolom, hogy itt ami nagyon-nagyon lényeges, hogy ezekben az irodákban ingyenes jogi segítséget kaphat mindenki, tehát itt egy jogász fog rendelkezésre állni a pályázat során, hogy akinek bármi ilyen problémája van, nyugodtan fordulhasson hozzá, illetve pszichiátriai szakemberek, akik végül is a szakember és a szakmai szinten is megpróbálnak segítséget nyújtani önöknek. Mi nagyon bízunk benne, hogy hasznos lesz mindaz a településen, hiszen ha ezek a programok, a tréningek és minden egyebeken ezen a célcsoportok, az előbb említett célcsoportok részt vesznek,
akkor mi azt gondoljuk, hogy egy jelentős személyiségfejlődés mehet végbe. Egyrészt a szülők-gyermek kapcsolat szempontjából, és nagyon bízom benne, hogy az idős embereknél is nagyobb tudunk a közbiztonság tekintetébe lépni, és ezzel egy élhetőbb településeket tudunk a pályázat végén produkálni. De ha már az időseknél tartottam, akkor engedjék meg, mivel mégiscsak itt az idősek vannak itt azért néhányan, itt Kabánus gyakran részt vesz a barátos együtt, és róla is eszembe jut, hogy engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel külön önöket, időseket köszöntsem, hiszen ilyenkor az idősek napja ősszel van, és azt gondolom, hogy nem véletlenül ősszel van az idősek napja, bár nem a vénasszonyok nyarára gondolok, nem ebben az összefüggésben, hiszen szerencsére nagyon sok idős férfi is él közöttünk, nem csak nő, hanem talán ez a legméltóság teljesebb évszak egy évben, mint ahogy önök is a gyermeknevelés, a munkában eltöltött nagyon kemény évek után úgy gondolom, hogy a jó megérdemelt pihenésüket töltik, és én azt gondolom, hogy minden csodálatunkra önök méltóak, úgyhogy engedjék meg, hogy azt kívánjam minden kollégám nevében, hogy mindannyiunk családjaiban eltöltött nagyon sok szép évet töltsenek még erőben, egészségben és békességben. Köszönöm a figyelmet! Megkérem dr. Kovács Miklós polgármester urat, beszéljen bővebben egy picit meg a pályázat. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves meghívott vendégeim! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a jeles eseményen. Mindig felemelő és örömteli dolog egy nyitó rendezvénynek a tartása és megnyitása, hiszen ez azt jelenti számunkra, hogy valami elkezdődik, valami kimutatkozó hangban. Különösen fontosnak és kiemelkedőnek ítélhető Kaba város önkormányzat által megpályázott, támasz szociális alapszolgáltatási központ által megvalósításra kerülő áldozattá válás megelőzését szolgáló jelen program is. Azt gondolom, hogy már maga a cím is hagy némi magyarázatot maga után, áldozatsegítés és áldozatsegítő hálózat kialakítása. Maga a fogalom is némi nem negatív tartalmat hordoz a számomra, hiszen áldozatként elsősorban valamilyen sérelmet szenvedett, elesett, segítségre szoruló emberre gondolunk elsősorban. A magyar nyelv értelmező szótára az áldozat alatt olyan szemét ért, aki valamely szerencsétlenségnek, sorscsapásnak, emberi gyengeségnek vagy gonoszságnak a terhét, nehézségét és súlyos következményét akaratán kívül, olykor méltatlanul is kénytelen elviselni, illetve akaratán kívül kerül valamely olyan fonák helyzetbe, vagy megtolás nélkül kénytelen apró nehézséget, alkalomszerű kellemetlenséget elviselni. Ezen a fogalmi megközelítésen túl nagyon megragadott és elgondolkodtatott azonban egy minap olvasott idézet, mikor is a beszédemnek a megnyitását készítettem, amely pedig a következő volt. Az emberek valószínűleg addig nem is érdekeltek áldozatvédelmi témában, amíg maguk nem válnak áldozattá. Az áldozatok segítése és védelme egyre inkább a szenzációhírességről híres tömegkommunikáció révén kerül a társadalom döntő többségének a látószögébe. Ez a fajta szenzációhajhászás sajnos, de a valóság, hogy még véletlenül sem objektív nézőpontból mutatja be az áldozatoknak, a többségnek a nagyon is megrázó sorsát. Az áldozat segítésről, ahogy arról klasszikus értelemben a büntetőjogban és a fentebb hivatkozott idézetnek a tanulsága szerint, és így gondolom majd a főkapitányról is megerősít ebben, azt gondolom, hogy már csak akkor beszélhetünk, amikor a negatív hatás bekövetkezett. Számunkra azonban, és ezt a mindennapi munkában is tapasztalhatjuk, az áldozat segítés mellett a preventív, megelőző feladatok ugyanolyan, hanem talán még fontosabb feladatnak minősülnek. Bárándor véleményem szerint ennek a feladatnak az ellátására mindeddig a szociális ellátórendszeren belül kialakított szervezetrendszer állt rendelkezésére, amely a különböző jelzőrendszeri tagok együttműködését jelentette, és én azt gondolom, hogy jelen pillanatban is jelenti. A jelzőrendszer tagjai, a hatósági munkatársak mind a mai napig megtették, és részben ellátták ezen feladatokat, segítették az áldozattá vált személyeket.
Beszélhetünk itt akár a gyermekjóléti szolgálat, az intézményi, a házi orvosi, a rendőri vagy a civil szervezetekről, illetve hát, hogy az önkormányzatnak a munkájáról is, hiszen nagyon sok esetben ezen együttműködésnek köszönhetően már a megelőzés és ennek érdekében tett lépések is hatékonyak és preventív jellegűek voltak. Örülünk azonban, hogy erre a későbbiekben egy külön szervezet fog figyelni és látja el ezeket a feladatokat. Nap mint nap találkozunk, köztük jó magam is a településen élők önellátási, szociális és mentális nehézségeivel, melyek kiváltói, személyes véleményem szerint egyébként kb. 80%-ban a helyben elkövetett bűncselekményeknek és szabásértéseknek. A munkanélküliség, a leszakadó mélyszegénységbe kerülő családok, az önellátásra képtelen hozzátartozó nélküli vagy éppen nem látott idősek. A megélhetési problémák, a családok adósságspirálba keveredése, valamint az adósághalmozás és táptalajuknak, különböző bűncselekmények elkövetőinek, mint például az uzsorásoknak vagy a lakásmafia tagjainak. Sajnos azt kell mondjam, hogy kicsi településünkön is ezeket a fogalmakat meg kell jegyeznünk és meg kell említenünk, mert ezek a hétköznapjainkban egy potenciális rizikófaktornak minősülnek. Bár a település közbiztonsága szilárdnak mondható, és az ezévi rendőrségi beszámoló is erről tanúskodik, hogy a bűncselekmények elkövetésével összefüggésbe hozható, bűnöző életvitelt folytató személyek száma csekély, mindenképp azonban oda kell figyelnünk a leginkább érintett rétegekre. A projektnek, a pályázatnak is a célja ez elsősorban, hogy a bűncselekmények célcsoportjait segítse, a megelőzéssel kapcsolatos teendékről tájékoztasson és felvilágosítást is adjon. Én ezeket a célcsoportokat nagy vonalakban összefoglaltam és feltüntettem. Ez elsősorban a fiatal korosztály. Itt közülük is kiemelendő ugye az iskolások, akiket a prevenciós foglalkozásokba kívánnak a projektnek a résztvevői bevonni. Fontos szerepet kapnak azonban a gyerekeken keresztül a szülők, akiknek a szociális ellátórendszeren belül szintén hasonlóan fontos szerepük van, mint a korábban már említett szerveknek. Az ő közreműködésükkel, bevonásukkal, közösségépítő programokkal próbálják felhívni a különböző figyelmet, a különböző fiatalokat veszélyeztető körülményekre és kockázatokra. Munkám során szerzett tapasztalatokból kiindulva azt kell, hogy mondjam, hogy a mai fiatalok talán a legveszélyeztetettebbnek számított réteg községünkben, hiszen egy kis bolti lopástól kezdve, sajnos a családon belüli erőszakig is, nagyon sokrétű az őket veszélyeztető rizikófaktoroknak a száma is a volumen. Gyakran maguk a szülők sincsenek tisztában bizonyos cselekményeknek az esetőleges következményeivel, gyakran nem tudják értelmezni a lehetséges jeleket, vagy elsiklanak fölötte. Nem egyszer fordult elő, hogy a fiatalkorú maga kezdeményezte a gyámhivatal eljárását, hogy az őt ért további sérelmeket meggátolja és elkerülje. Azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy elgondolkodható dolog, amikor maga a fiatalkorú jön be hozzánk, és kéri a hatóságot, hogy lépjen fel akár a szülők, akár az eltartók, akár a gondozókkal szemben, mert az a körülmény, az az élet, amiben jelen pillanatban ér, az a számára egy potenciális veszélyt hordoz, ezáltal bármikor áldozattá is válhat. Mindezeket figyelembe véve mondhatjuk, hogy a jelzőrendszer ezen tagjai tekintetében fokozottabb felelősséggel tartozunk, akár pedagógusként, akár családvédőként, ifjúságvédelmisként, és ugye nem utolsó, hanem elsősorban szülőként. Fontos kiemelnem, hogy már negyedik éve működik, és bátran mondhatom, jól működik az iskola rendőre program, melynek során a rendőrség emberei, és itt kiemelném külön körzeti megbízottunkat, Varga Ambrusnak a munkáját, aki próbálja a nebulókat folyamatosan jó útra terelni. Azonban azt gondolom, nem csak nekik, hanem mindjártnak figyelnünk kell az utódokra. Egy másik célcsoport és egy másik kategória az idősek, ahogy a polgármester azt is már említette. Prevenciós, önvédelmi képességet erősítő foglalkozások kerültek beépítésre magába a pályázatba, melyek elsősorban ezen korosztályt veszélyeztető bűnesetek megelőzésére szolgálnak. Akár a trükkös lopások, akár a betöréses lopások, az uzsora bűncselekmények,
melyek az idősek állapotából fakadó védekezésre képtelenséget használják ki, és sajnos fordítják ugye az elkövetők saját önös érdekeik céljára. A lakosság megélhetési nehézségeinek romlása a térségben a vagyon elleni bűncselekmények számának fokozatos növekedését generálja sajnos évről évre, és ahogy a gazdasági mutatókat, hogyha figyelembe vesszük, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy az elkövetkező évben is várhatóak hasonló jellegű bűncselekmények. Nem egyedülálló eset, amikor az idős embereket valami falsi információval becsapva rászednek, kicsalogatnak otthonokból, ellopják értékeiket, legrosszabb esetben pedig mondjuk bántalmazzák is őket. Fontos tehát, hogy időseinket megfelelően tájékoztassuk, felkészítsük, védelemben részesítjük, és amikor már baj van, nehogy Isten az áldozás segítés során, ugye megsegítsük. Általánosságban véve azonban az előbb említett kiemelt rétegeket leszámítva maguk a bűncselekmények, vagy adott sok esetben szabálysértések áldozata és elszenvedői. Nem gondolom, hogy jó szó lenne az áldozat szinonimájaként az, hogy sértett, mert egy sértett személy, aki a büntetőjogban ugye valamilyen sérelmet szenvedett, viszont áldozatként nem csak a konkrét személyt említhetjük, hanem adott esetben a konkrét személy hozzátartozóit, az adott személy családját is. Úgy vélem, hogy sok esetben sem maga az áldozat, sem pedig a hozzátartozó nem tudja, hogy mit is kell tenni, kihez is kell fordulni az adott ügyben, milyen lépéseket kell eszközölni. Ezért mindenképp a jövőre tekintettől előremutató, hogy ezen emberek is tájékoztatva, felkészítve legyenek, hogy a baj bekövetkeztével már konkrét lépések megtételére legyenek képesek. Mindezt a pályázat által felállított szolgálat és áldozatsegítő iroda, valamint a jogi segítségnyújtás is követi, de engedjék meg, hogy erre egy picit később majd részletesebben kitérek. Az önismereti tréningek a szupervíziók tartásával megismerhetőbbé válnak a különböző kockázati tényezők, a tapasztalatok átadása sokban segítheti, illetve gyakran megelőzheti a későbbiekben a bajnak a kialakulását. Felhívja a figyelmet az egyes réteget érintő leggyakoribb problémákra, gondokra és megoldási javaslatokat is tár a résztvevők elé. Sok esetben tapasztaljuk azt, hogy az emberek adott szituációban csak tanácsot, vagy egy megoldási javaslatot, vagy egy adott helyzetnek az egyéb más szemszögből való értékelését kívánják a maguk számára. Tehát szeretnék, sok esetben olyan ügyekkel jönnek hozzánk, ami már mondjuk az áldozatsegítés keretébe tartozhat, hogy szeretnék kivetíteni az adott problémát, és egy más szemszögből megközelítve értelmeztetni azt az adott gondot, azt az adott kérdéskört. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy az adott területen dolgozó szakemberek is megismerjék egymást, hatékonyabban és gyorsabban tudjanak a felmerülő problémára reagálni, gyorsabban tudják azt kezelni. Illetve talán a legfontosabb, hogy még nyitottabban és még elfogadottabban tudják ezt a segítséget kérő felé közvetíteni. A pályázat keretében a jelenleg is működő szociális háló még inkább összetarthatóvá, személyesebb kapcsolaton alakulóvá, illetve közvetlenebbé válhat. Fontos megemlítenem, hogy a jelzőrendszer jelenleg is jól működik a településünkön, én úgy gondolom, köszönhetően minden egyes tagjának, itt beleértve a korábban már említett jelzőrendszeri tagokat. Azonban ez a kezdeményezés talán még hatékonyabbá és még kézzelfoghatóbbá teheti a működést, illetőleg az utólagos segítségnyújtást. A korábban már említett jogi segítségnyújtás, valamint maga az áldozatsegítés nagy örömünkre helyben a támasz épületében lesz majd kialakítva, ahol minden érintett vagy érdeklődő bizalommal keresheti pánya be a irodavezetőt, aki a nap 6 órájában várni fogja azokat, akik segítségre vagy tanácsra szólnak. Mindenképpen kiemelendő, hogy itt helyben közvetlenül lesz lehetőség arra, hogy az emberek bizalommal forduljanak ehhez a hálózathoz. És talán a legfontosabb benne ebben a dologban maga a bizalom, hogy az emberek érezzék, hogy nyugodtan minden félelem nélkül fordulhatnak valakihez, aki segít nekik a problémájuk megoldásában. Azért sok esetben tapasztaljuk, hogy az embereknek a bizalomvesztettsége és elkeseredettsége már oda vezet, hogy inkább nem cselekszenek, nem lépnek, hanem fordulnak az eseményekkel. Sok esetben a hivatalos szervek felé vezető utat is bonyolultnak tekintik, illetőleg hát vulgárisan kifejezve nem akarják a szennyes úgymond kiteregetni. Ezért mindennél fontosabb, hogy egy olyan légkör alakuljon ki a mindennapok során, hogy az érintettek bátran forduljanak a jelzőrendszer tagjaihoz,
az áldozatsegítő hálózathoz. Az iroda célja továbbá, hogy egy olyan intézmény is létrejöjjön, ahol a gyerekek hasznosan tudják eltölteni a még meglévő vagy megmaradó szabadidejüket, és ezáltal megelőzhetővé váljon a csellengés. Az irodavezető gyakorlatilag állandó jelenlétével biztosítja, hogy a lakosok bármikor segítséget fordulhatnak hozzá, amennyiben bármilyen negatív behatás éri őket, családjukat vagy egyéb hozzátartozójukat. Munkájukat, ahogy polgármester asszony is már említette, pszichológusok, jogászok, rendőrök segítik, akikhez én azt gondolom bármikor nyugodtan fordulhatnak. Minden érintettet és érdeklődőt tájékoztatni kívánunk, és szóranyagokkal, külön honlapokkal, széleskörű tájékoztatást, bár polgármester asszony nem szeret ezt a szót, de a projekt gazda az elkövetkezendőkben, és örömmel hallottam, hogy oktatófilmek készítésére és levetítésére is sor kerül, ami nem csak adott esetben az iskolákban, hanem ugye az egyéb korábban említett célcsoportok vonatkozásában is talán előremutató lehet. A projektnek az egyik legfontosabb és várható hatása, hogy a település vonatkozásában a közösségformáló erő a település lakosai együtteserővel egymásra figyelve még inkább elkerülhessék a negatív hatások által kockázatként előállt tényezőket, hiszen a közösség ereje napjainkban sem elhanyagolható. Erősítenünk kell az itt élőkben, hogy igenis van lehetőség és van alternatíva az összefogásra, melyek egyik területe lehet akár az áldozattá válásnak a megakadályozása is. Bízom benne, hogy a program hozzájárul a település életének, az itt lakók életminőségének javításához, a biztonságosabb és kiszámíthatóbb élettér kialakításához. Biztatok mindenkit, hogy bátran vegyék igénybe a pályázatot, a lehetőségeket, bizalommal forduljanak a munkatársakhoz, és ezáltal legyenek részesei ennek a példaértékű kezdeményezésnek. A megvalósításban résztvevőknek kívánok jó munkát, kitartást és áldozatos munkavégzést, és hiszem és remélem, hogy munkájuk gyümölcse beérik, és közösségünk életének formálásában hatékony és kiemelkedő szerepük lesz. Köszönöm továbbá a támasz valamennyi munkatársának a pályázat megvalósítása érdekében tett eddigi és ezutáni erőfeszítéseit és munkáját, és kívánok mindenkinek sikeres és eredményes együttműködést az elkövetkezendőkben. Köszönöm szépen a megtiszteltetést! Kérem Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr, köszönjük beszédenek tartására. Köszönöm szépen a felkérést, köszönöm a meghívást, tényleg örömmel köszöntöm kedves kollégáimat, Kaba és Bálán polgármesterét, a támasz vezetőjét, valamennyi munkatársát, kapitány urat, és őszinte szívvel köszöntöm az érdeklődő bárándiakat. Most kedves barátaim, polgármester kollégáim kicsit dilemmába bonyolódtak, hogy most akkor nevezzük pályázatnak vagy projektnek. Na de hát érthető is ez a dilema, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt ez a szó, hogy pályázat, hát nem igen volt benne a mi kis nyelvi kincstárunkban. Nem volt benne, hiszen talán emlékezünk még rá néhányan, akkoriban úgy voltak az önkormányzatok, pontosabban a tanácsok finanszírozva, hogy minden település jelezte a maga igényét, aztán megpróbálta hozzátenni a maga disznótorát, vadászatát, halászatát, és érkezett egy bizonyos összeg a településre, amiből megpróbáltak többé-kevésbé kijönni, és az elfogyatottakat kértek még hozzá, plusz vadászattal, halászattal, egyebekkel. Arra persze nem számoltunk ezekben az időkben, hogy ennek a kasszának azért van egy vége, és menet közben azt vettük észre, hogy eladósodtunk, de ez talán egy másik fejezet, ma nem erről kell beszélni. Arról viszont mindenképpen érdemes, hogy ez a pályázati világ hogyan és miképpen alakult ki. Mivel a források száma azért az rögzíthető és kiszámítható, teljesen jogos elgondolás volt az, hogy a lehetőségek mentén, az igények mentén, a rászorultság mentén kerüljön ez az összeg felosztásra. És ekkor születtek azok az első kis pályázati kiírások, amelyekre ma már némi nosztalgiával gondolunk, egy-két oldalas kis anyagok, amire nagyjából egy-két oldalban kellett pályázni, de a lényege, elárulom, nagyjából ugyanez volt, mint ennek a mostaninak, ami több száz oldal, hogy a jelenkező igényekre tudnak-e, akarnak-e a támogató forrás biztosítani, és hogy a sorrend
a települések között, az igénylők között vajon mi legyen. És így ment ez a mi kis világunk szépen előre, és sokáig azt hittük, hogy a pályázatoknak csak ott van jelentősége, ahol valami fizikai teremtés is marad utána. Megépül egy út, egy óvoda, egy iskola, egy egészségügyi intézmény, vagy bármi más. Ezek persze nagyon praktikusak voltak, hiszen mi azért, akik itt élünk, és mondjuk egy nagyvárosban élőkhöz próbáljuk magunkat hasonlítani ilyen szempontból, átéltük azt hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül, hogy nekünk bizony nem álltak ezek a források rendelkezésre, hogy ezek megvalósíthatók lettek volna. Kopottabbak voltak az épületeink, közel sem volt annyi szilárd burkolat útunk, és folytathatnám a sort. Ez a pályázati rendszer meglehetősen jól és eredményesen működött, hiszen azért ismerjük el, megtehetjük ezt ebben a körben politikai hovatartozás nélkül, hogy mindenféle kormányzati ciklusban azért a települések fejlődtek. Akkor már azt értük, hogy majdnem rendben van minden körülöttünk, de érezhetően jelentkeztek azok a társadalmi problémák, amelyeknek azért a kihatása mind a mai napig érezhető. Mire is gondolok most? Az építkezésben elfeledkeztünk egy kicsit egymásról. Elfeledkeztünk arról, hogy több társas kapcsolatunk legyen, többet beszéljünk egymással, legyen több emberi érzés közöttünk. Ez persze nem volt mindig így, hiszen valamikor azért hallottuk az idősebbekről, akiket ugye kicsit összefonva a gondolatainkat a mai napon is köszönteni fogunk. Tehát valamikor ez nem volt így, mert az emberek társas kapcsolata sokkal-sokkal erősebb volt, a szomszédok beszéltek egymással, összejártak, tehát egészen más volt a hozzáállás. És ekkor születtek azok a pályázatok, aminek most tulajdonképpen egy szép példáját látjuk, amikor azt is fontosnak éreztük, hogy olyan jellegű fejlesztések is megvalósulnak egy-egy településen, ami nem konkrétan fizikai produktum, hanem az együttélésnek a minőségét javítja. Bár rendkülönben ezen a területen szerintem ideje korán ébredt, és azt is kell, hogy mondjam, hogy Kabával együtt úttörő szerepet vállalt, hiszen én most eljöttem élek, és az ottani kollégáim már kicsit neheztelnek is rám, amikor mindig mondom, hogy már megint abból a pályázatból építkezünk, amit hédiék csinálni a párán. Ez persze, hogy is mondjam, kicsit olyan dicsekvés is, már meg dicsélek is természetesen azok felé, akik ezt készítik, de mindenképpen fontos volt, hogy itt sikerült időben megragadni azokat a lehetőségeket, itt a támok fantázia nevű pályázatra gondolok, de gondolhatok erre is, aminek a mai apropóján itt vagyunk, amelyek az együttélésnek a jobb minőségét hivatottak biztosítani. És még akkor, arról nem is beszéltünk, hogy a települések között, az emberek között milyen kapcsolatok alakultak ki ezáltal. Valamikor felénk volt egy ilyen mondás, hogy mondjam, hogy ne sokan haragudjanak meg rám, tehát, hogy Bárány felül jó idő, meg jó az, hogy még nem jött. Ilyeneket szoktak mondani, de ez persze csak tréfa, és tudom, hogy ez nem jött. Aztán olyat is szoktak mondani, a bárról szokták, de minden követőség meg. Aztán olyan is volt, hogy Bihar nagy bajomból malacot és kismalacot, a fiúknak mondom kismalacot, és azt, hogy nem hozott, hogy ezen ilyen szabályok voltak. Ez nyilvánvalóan egy kedves évődés, semmi más. Tehát ez egy kedves évődés, annak idején a bálokba némi kis uncukodás után lehet, hogy megfogalmazottak ilyenek elődeinkben. De azért mégiscsak volt valamiféle nem szigorú, nem merev, de ő Kabai, ő Bárányi, ő Bihar nagy bajom, meg Sárét utvari. És most ezáltal, hogy ilyen lehetőségek vannak, hogy a települések együtt tudnak működni, akár az iskolás gyerekeknek a feltételrendszere mentén, akár az idősek feltételrendszere mentén, akár egy ilyen áldozatvédelem kapcsán, ezek a települések, ezeken a településen élők egymásra tudnak találni egy jó ügy érdekében. Hát kérem én, mi ez, ha nem siker? Mi ez, ha nem siker? Nyilvánvalóan az. És hát azt is végig gondolom, hogy ennek a mostani pályázatnak mi a tartalma. Hát igen, hát beszélhetnénk egy sokkal vidámabb és szebb dolgokról is. De akkor eltakarnánk a szemünket, és nem látnánk meg a valóságot. Ez azért helytelen dolog lenne, mert
Erre azért a magyar történelemben már volt példa, hogy bemutattuk a szemünket és úgy tettünk, de nem mennénk észre valami. Ezt, ahogy kollégáim mondták, észre kell venni, hogy a településeken kisebb-nagyobb egyaránt vannak feszültségek. És ezek a feszültségek nyilvánvalóan jobb lenne, eredményesebb lenne, meg lelkileg sokkal könnyebben el tudnánk fogadni, ha azt mondanánk, hogy beszélgetünk egymás és minden jóra fordul. Igen, ezt is kell hozzá. Ez is kell hozzá, ezt is hozzá kell tenni. De itt most gyors, konkrét és érzékelhető változásokra van szükség, és ehhez szükség van ilyen jellegű pályázatokra, ilyen jellegű lehetőségekre, amelyeket ez a pályázati feltételrendszer biztosít. Nem tudjuk ezeket a problémákat most, nem is akarjuk asztalnál söpörni, ezért kell megragadni minden ilyen lehetőséget, mert a segítségükre tudunk lenni mindazoknak, akik erre rászorulnak. Akkor is, ha őket bevallják, meg akkor is, ha csak mi látjuk, hogy segítségre szorulnak. És kiválóan megfogalmazta itt kollégám, hogy nagyjából megvan ám az a két célcsoport, akik a leginkább veszélyeztetnek ebben a történetben. Látom, itt ülnek pedagógus kollégáim, hát ők szerintem órákon át tudnának mesélni, bár Bárán talán nem is annyira zűrös hely, mint néhány más település a környéken, de mégis órákon át tudnának arról mesélni, hogy az osztályukban, vagy a volt osztályukban tanítványaik között melyik gyereknek milyen olyan konkrét esete volt, amikor nyugodtan minősíthetjük volna áldozatnak egy-egy történet. De néhányan vannak itt az idősebbek közül, szerintem ők is tudnának erre bőven példát mondani, hogy az elmúlt időszakban mondjuk milyen sérelem érte őket, ami kapcsán talán nem volt akkora az ügy, hogy rendőrséghez kerüljön, vagy valamiért erre nem volt lehetőség, és hova fordultam? Hát nyilván azokhoz a, nyilván a családtagjaikhoz, de azokon rajtuk kívül, azokhoz a munkatársakhoz, akik itt ülnek a sorok között, és nap mint nap kapcsolatban vannak velük. És nyilván őket is föl kell készíteni, mert azért valljuk be, tehát a támasz alapvetően nem erre szegődött. Nyilván az ők is működési körüknek megvannak a szabályai, amiért létrehoztuk őket, ők végzik a munkát nagy lelkiismerettel, és nyilvánvalóan a jövőben is végezni fogják. De ha csak azt mondanák, hogy most csak ennyi az én dolgom és hátralépek egyet, akkor ki segítenek? Erre azért mindenképpen a hangsúlyt kell helyezni, és oda kell figyelni a jövőben is. Nos, tisztelt jelenlévők, én úgy hiszem, hogy az ilyen jellegű pályázatoknak mindenképpen van jövője, és nem azért kell ilyen pályázatokat készítenünk, mert úgy érezzük, hogy itt menő fejek vagyunk, hanem azért kell ilyen pályázatokat készíteni, hogy önöknek jobb legyen. Persze önök azt mondják, hogy valami másra is van igény, erre is és arra is, annak meg az önkormányzatnak kell partnernek lenni, hogy erre vevő legyen. De én úgy hiszem, hogy ez mindegyik településen, ahol a rendszer működik, az teljesen kivitelezhető. Most köszönöm szépen önöknek a meghívást, és remélem, hogy sohasem lesznek áldozatok, de én azt kérem önöktől a figyelem megköszönése mellett, hogy figyeljenek a szomszédaikra és az ismerőseikre, barátaikra, mert úgy hiszem, hogy talán ez az utolsó esély, amikor még vissza tudjuk fordítani a magunk kis világában a rendet és a rendetlenséget. Köszönöm szépen a figyelmet! Felkérem dr. Tóth Ferenc kapitány urat, a bűnöldöző szemszögéből is adjunk nekünk néhány gondolatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én mindig meg a szeretettel köszönöm a Csámorikát, és külön tisztelettel az idős kulókat. Valóban nyugodt, békés, nyugdíjas éveket és nagyon jó egészséget kívánok önöknek. Én mindig szeretek aktualitásokkal és gyakorlati dolgokkal például hozni, hogyha bármilyen előadásra kérnek föl, és sajnos azt kell mondjam, hogy ugye itt az áldozatsegítésről, áldozatvédelemről beszélgetünk, és mennyire aktuális ez a téma, tegnapi történet. Püspökladányban egy idős bácsihoz becsengetett egy fiatalember, és elmondta, hogy a bácsinak a fia az korábban kölcsönadott ennek az úrnak egy akkumulátort, és most hozta az árát, 9000 forintot. Bácsi megörült, behívta, leültette, papírt írta, és elterelve a figyelmét, az összegyűjtött, a hosszú-hosszú évek alatt összegyűjtött 1,5 millió forintját el is vitte.
De hogy ez mennyire nem egyedi, egy héttel ezelőtt magukat EON-osnak kiadó, ugyanezzel a történettel, hogy a szolgáltató visszatéríti az összeget, bementek a házba, és ott 2 millió forintot vittek el. Miért hoztam ezeket ide például? Hát azért, mert ezek az idős emberek áldozatokká váltak. És talán, hogyha egy ilyen pályázatban részt vettek volna, és talán egy-két előadással, egy-két foglalkozással, egy-két beszélgetésre elmennek, akkor lehet, hogy ezeket az embereket nem engedték volna be, hiszen nem győzzük hangsúlyozni, hogy egyik szolgáltató sem küld emberekkel pénzt, majd visszautalja, vagy valamilyen más módon fogja ezt lerendezni. Ők ezt nem tudták. Amikor idősekhez megyek előadást tartani, mindig meg szoktam kérdezni, és mindig ugyanazt a reakciót kapom, hogy tessenek megmondani, a kiskaput zárják? Hát nem, mert azt szokták meg, hogy ide bárki bármikor bemehet. Elmúlt ez a világ. Elmúlt ez a világ, egy teljesen más világot élünk. Ehhez alkalmazkodnunk kell. És azért örülök végtelenül, hogy ezt a pályázatot Kaba elnyerte, mert ez egy óriási lehetőség. Óriási lehetőség, nem most, nem egy héten belül várom az eredményt, hanem 2, 3, 4, 5, 10 éves távlatokban gondolkodom. Minden társadalomban két alapvédője van, az egyik az egészségügy, a másik az oktatás nevelés. Csak egészséges emberekkel lehet mit kezdeni, és csak jól nevelt, jól oktatott gyermekek válnak egészséges felnőttekké. Ez a pályázat ebben az oktatásban, ebben a nevelésben fog bennünket segíteni. De két nagy csoportot emeltünk ki korábban, mint a legveszélyeztetettebbek, az egyik az időskorúak voltak. Én hadd beszéljek egy picit a másikról. Fiatalkorú és a gyermekkorúakról. Ők aztán igazán veszélyeztetettek. Életkorukból és tapasztalatlanságukból adódóan bármi megtörténhet velük. Ez a program, ez segíteni fog abban, hogy később egészséges, jó erkölcsű fiatalok és fiatal felnőttek váljanak belőlük. Azok a gyerekek, akik a saját környezetükben különböző frusztrációknak vannak kitéve, azok később áldozattá válhatnak, és éppen ezek miatt a frusztrációk miatt akár bűnelkövetővé is fognak válni. Ez a pályázat, ez segíteni fog abban, hogy ez ne következzen be. A magam részéről arra helyezném a hangsúlyt, amit az előttem szólók talán valamennyien elmondta, összefogás nélkül nem megy. Itt mindenki teheti a dolgát külön-külön, az úgy nem elég. Csak együtt tudunk eredményeket elérni. És magam részéről és kollégáim nevében meg tudom ígérni nektek, hogy a rendőrkapitányság és valamennyi dolgozója maradéktalanul oda fogja tenni magát, és kiveszi a részét ennek a pályázatnak a megvalósításából. És engedjék meg, hogy továbbra is a fiatalok utalva egy idézettel fejezzem be. A gyerekek és a fiatalok nem tárgyak. Nem csak statisztikai adatok vagy ügyek, ők jelentik a kapcsolat a jelen és a jövő között. Ők jelentik számukra a jövőt. Nem veszíthetjük el őket. Kívánunk önöknek, hogy ezen mondat fényében végezzék majd a pályázatnak a gyakorlati megvalósítását. Azt ígérem önöknek, hogy a rendőrség mi így fogjuk tenni. Köszönöm a figyelmet!